Jó reggelt, kívánok! Indul a szombat. Ritkán mondok ilyet, de indul a szombat. Hát úgy gondolom, hogy Telepeig elmegyünk. Ez ott van Szentrejtbe, oda megy a Kubor is. 314 km. Ott bemegyünk majd a Salzburg után 100 km-re Szent Mihálynél. Fizetőkapunát, és akkor onnan megyünk a Bundeszem. A telephelyük. Úgyhogy nekiindulunk, azt ledaráljuk, aztán ott leszünk, és jó lesz. Úgyhogy hajrá! Sok látnivaló nincsen, mert sötét van. Fáradt vagy ma, már csak abból, ahogy vezetsz. Úgyhogy megyünk. Ismét tehát csak reggel 3-ban, de ilyenkor lehet jól haladni. Balra tartunk a 8-as úton. Maradunk be már. Nézzel jöttünk. Tartsunk balra, az jó. Salzburg a cél. Maradunk tovább a 8-ason, ezen megyünk meg 71 km-t. Érkezünk Ausztriába, 1500 km-re vagyunk, tehát másfél km-re vagyunk a határtól. Egy órás vezetési idővel vagyunk, tehát nagyon jók vagyunk. Tarts jobbra, szerintem. Azt hiszem. Nézegetem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj. Tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzódni. Ismételten érkeztünk a határra. Szaladgórnál lépünk rá. Jobbra kell tartanunk. Nem éppen itt a matricán illet kimenni. Nyugodtan megyünk tovább ebbe. Hungaroring! És itt szerintem 60-as tábla van. Ugye most lépjük a határt. De itt ugye 80-as tábla van, mint azt látszik is. Átértünk Ausztriába. Salzburgnál. Innentől kezdve aztán ismételten nagy erőkkel nyomjuk tovább. A nagy látnivaló nincsen, mert sötét van. És itt jobbra tartunk Villag felé. Majd tehát az Ortiznél. Ez egy olyan okos kegyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. Valahova.
az A10 Szent Mihályhoz, ahol nekünk le kell menni az autópályáról, és a területen kell menni. Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Jön egy körforgalom. Akartam mondani, hogy melyik kiáraton mennyi, de nem tudom. 2 óra 20 perces vezetési idővel vagyok. És körülbelül olyan... Hát 2 óra kell innen a telephelyi körülbelül itt ezen a Bundesúton. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Ha nem jön közbe semmi természetesen. Úgyhogy... elméletileg teljesíthető történet. Itt átmenjünk ezen a fizetőkapun. És aztán hajrázunk. Rávezetni az embert, és az aztán boldog attól, hogy ott van. Mert boldog vagy, ha nem. Megtörtént. Mosatni most nem tudok, mert még korán van. Nem is tudom, hogy mosassok-e. Maradok ilyen koszosan.
és akkor beállunk oda. Lesz itt jó idő? Hogy álljak be? Fordítva vagy? Simán. Leállunk ide a rendes helyre. Oda betoljuk a vasat. Oda mi. Két gólya közé szépen oda betesszük. Nézzük erről a feléről is, hogy hogy állunk. Úgy nézem, hogy jó. Úgyhogy így lesz a jó. Ugye szépen betesszük ezt a... Itt maradunk. Itt lesz a hétvégénk. Senkinek nem leszünk útba. Nyugodtan itt hagyjuk a vasat. Meddig kell menni, de gondolom valahogy idáig. Így menni. Na, hát itt a vége a hétnek.